Magyarország, de szent nagy békesség, mellett élettől dagad. Van kenyere, van vizel elég, mégis éhezik sok szegény fiam. Éhezik kenyérre, éhezik részre, éhezik vagyon, az emberségre. Éhezik kenyérre, éhezik részre, éhezik vagyon, az emberségre. Ezzel a zenei összeállítása a kedves keret a vendégeknek, Kocsis Csaba, Micura Károly és fia azon a kiállítás megnyitón, ahol a püspökladányi születésű Karászi Judit festőművész alkotásait és ékszerkülönlegességeit mutatták be. A Bihar Vármegye Képgaléria legújabb tálatáról és az alkotóról Hácsongrádi Márta fotóművész beszélt. Talán középiskolás éveimben már céltudatosan készültem ebbe a világba. Először inkább ékszerekkel, apró dolgokkal foglalkoztam, és utána inkább grafikusabb jellegű, kisebb zománc munkákkal kezdtem el az önálló munkámat. A főiskola alatt inkább a pasztel technika vonzott, ami most itt a kiállításon eléggé szép számban van jelen ez a technika. Körülbelül 20 éves lehettem, amikor önálló anyaggal álltam elő, és ha jól emlékszem, Nyíregyházán. Azelőtt ugye csoportos kiállításokon néhány munkámmal már megjelentem, de én valahogy a kezdetektől inkább ilyen magányos vagy magánosan kiállító alkotó voltam. Független alkotó vagyok, most sem tartozom egyesülethez, vagy alkotó közösséghez, tehát a munkáim akkor igazán hatásosak, tehát hogyha nagy számban vannak jelen egy kiállításon, és ezt nyilván az önálló tárlatok biztosítják ezt a lehetőséget. Egyértelműen a természetből merítem a témáimat. Ha a kezdeti évekre kell, hogy visszagondoljak megint, akkor abszolút a fák, tehát az erdő, de akár egy magányos fa is a megjelenésével, a grafikus kidolgozási lehetőségekkel, ezek voltak a kezdeti témáim, és hát a város részletek. Figurális dolgok azok kevésbé, tehát az ember, mint a kép része megjelenik itt-ott a város részletekben esetleg, de nem jellemző, hogy kimondottan figurális dolgokkal foglalkoznék, bár régóta tervezem, hogy portrékra nagyobb hangsúlyt fektetnék, mert nagyon szerettem elmerülni az emberi arc részleteiben például, vagy az aktok is nagyon izgalmas téma. De jellemzően természeti képek, az évszakok váltakozását lehet tetten élni a képeken, és tulajdonképpen bármerre járok, mindenütt ez a mediterrán építészet és hangulat az, ami olyan megkapó számomra, hogy arra késztessen, hogy festmény keletkezzen ebből, tehát alkossak. Hosszú éveken át volt kapcsolatom Szentendrén galériában, jelen voltam állandó jeleggel, és hát az egy kapu a világra, tehát onnan nagyon sok felé elkerültek a munkáim például. Ha ezt a várost kiemelhetem, akkor Szentendre mindenképpen egy olyan állomás volt, ami a nagyvilág felé nyitott. Karász Judit nem egy átlagos festőművész. Többféle anyaggal dolgozik, emellett nem csak festményeiről, hanem különleges színes ékszereiről is ismerik. Elsősorban a tűzománcot emelném ki, tehát úgy érzem, még ma is ez ebben tudom a legkülönlegesebb technikai dolgokat hozni. Tehát ahogyan használom a tűzománcon belül ezt a graffitó technikát, emellett a pasztelképek, mint említettem, egyre nagyobb számban vannak jelen egy kiállítási anyagban, és az olaj. Emellett még akvarellel is dolgozom, de a kiállítási anyagaimban ez kevésbé kap teret. Tehát a tűzománc az ugye egy fémre készülő anyag, teljesen más hozzáállást igénylő, a technikai részletekre gondolok, míg a pasztel az ugye egy
kötőanyagot nem tartalmazó por állagú festék. Ennyi kapcsolatot látok a kettő között, de mind felhordásban és anyaghasználatban nagyon eltérő a két anyag. Úgy gondolom, hogy jól kiegészítik ezek egymást, tehát hol az egyikhez támad kedvem, hol a másikhoz. Vannak témák, amik zománcban sokkal nehezebben megvalósíthatók, ami elképzelés a fejemben megszületik, annak az anyagra vetítése, az komplikáltabb, bonyolultabb, természetesen tűzománccal, hogy ugyanazt a hatást elérjem. Nagyon nagy anyagismeretre, tapasztalatra tettem szert, ami a végtelen sok alkotás eredménye. Annyira megismertem az anyagot, hogy tudom akkor elszerűen használni, vagy ha akarom, teljesen más irányba is el tudom vinni az anyag végső megjelenését. És emellett ugye az ékszerek, ami megint egy másik útnak tekinthető, az apróságok és a nagy táblaképek úgy gondolom, hogy jól kiegészítik egymást bennem minden esetre. Mint nő, szerintem minden nőben van egy kicsit egy ilyen nő típus, aki szereti ezeket a dolgokat. Én télen is tudok őszi típusra gondolni, tehát nem kötném ezt így, hogy melyik évszakban mi. Nyilván hat rám a természet. A gyönyörű színek azok végtelen nagy hatással vannak rám. Más azon túllép, észre sem veszi, az én figyelmemet abszolút megragadja, és ezekből táplálkozik az én művészetem, tehát az alkotást innen merítem ezekből a természeti formákból, tehát a levelektől kezdve a virágokon át ezek a formák, ezek mind felelhetők kicsi elvont módon, de tehát inkább díszítő jellegűek nyilván ezek az ékszerek, ezek az ománc munkák. Tehát az organikus formák azok elsősorban, amik felismerhetők, de geometrikus formák is, és hát minden színvilág izgatja a fantáziámat, és igyekszem ezeket harmóniába terelni, hol egy ilyen monokróm hangulatra törekszem, ami azonos színeknek az árnyalataira épül, és legyen az bármilyen szín, mert minden színt szeretek, vagy pedig a komplementerekre, amik ugye ellentét színhangulatok, tehát végtelen a variációk lehetősége. Mindent a saját kedvemre készítek, tehát egyfajta szűrő az alkotó, tehát olyan dolgok kerülnek neki a kezéből, ami rá jellemző, vagy tehát átmegy az alkotón. De természetesen, hogyha van egy kérés, hogy tervezzek valakinek valamilyen alkalomra, akkor nagyon szívesen ezt is megálmodom, elkészítem.